Hello! Hello! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Folytatjuk a Prog 1 távoktatás laborokat. A tegnapi nap elkezdtük a hatodik fejezetet ugye feldolgozni, és hát nem értünk a végére. Sziasztok! Úgyhogy ezt ma befejezzük, legalábbis remélem, hát alapvetően nekem hivatalosan 6-ig van órám, de szerintem addig nem fog tartani. Nem fog tartani addig. Jó? Úgyhogy igyekszünk befejezni most ezen a két órási alkalmon, hát aztán majd meglátjuk, hogy haladunk vele. Jó, oké is. Na, kezdjük is el. Ugye valahol itt hagytuk abba. Igen, de megnézzük a könyvet is. Ugye, ha jól emlékszem, ugye a 6.1-est átbeszéltük, oké, megnéztük a 6.2-esnek a C verzióját, tehát azt, hogyan is néz ki, meg hol tudjátok megnézni ezt a C verziót, és ott igazából csak ez a önhivatkozó struktúra volt a lényeg, tehát az, hogyan is működik ez a struktúra, meg az önhivatkozó struktúra, ugye, mert ez része ugye a fantasztikus tematikának, ami van nekünk, úgyhogy ezért is néztük meg alapvetően. Szuper, látom, írjátok a jelenléti ívet. Erre én kipróbáltam most valamit, csak még mielőtt belevágnánk, nem fog működni. Nem fog működni. Jó, az e-learning rendszeren bekattintottam a laborhoz egy ilyen jelenléti ívet, gondoltam most kipróbáljuk, hogy működik-e. De nem működik az e-learning rendszer, szóval így a jelenléti ívet se tudjuk kipróbálni. Mindegy, azért akartam, hogy nem tudom, ti más tárgyakból volt már ilyen jelenléti ív ott az e-learningen? Csak mert hogyha igen, akkor volt, nem, ma, nem, volt, volt. Jó, és ott... akkor ott simán be tudjátok kattintani magatokat, hogy ott voltatok, és akkor azt a rendszer jegyzi is. Jó, kért egy jelszót. Aha. Hát, az nem tudom, hogy nálunk itt van-e. Na mindegy, jó lett volna, hogyha működik az e-learning rendszer, akkor ezt is ki tudtuk volna próbálni, de majd talán a kövi alkalommal már működni fog. Tehát a tanár adja meg a jelszót. Aha. Jó, jó. Majd megnézzük. Nem tudom, hogy ilyen időintervallumot lehet beállítani, hogy mikor lehet bekattintani, meg ilyesmi. Én beállítottam az egész napot. Tehát amikor el tudjátok érni, akkor kattintsátok be. Jó? Ha este, akkor este. Legalábbis elvileg. De ezért lett volna jó, aki tudjuk most próbálni. Nem baj, majd más nem, akkor kövi alkalommal megnézzük, de ha elérhető lesz az e-learning rendszer így óra közben most, akkor szóljatok, és akkor ránézek. Jó, oké is. Na, szóval itt hagytuk abba, hogy megnéztük ezt az önhivatkozó struktúrát, meg megnéztük a forráskódját, gyorsan átbeszéltük ugye a BIMFA építő kis proginknak. Nyilván nem teljes részletességgel, csak amit még eddig egyelőre tudni kell. És ha már be van kattintva... Hát igen, tegnap én hozzáadtam, de olyan nagyon furcsa volt ez a jelenléti, mert
Egyrészt az is furcsa, hogy az én laboromnál látom az összes hallgatót, aki fölvette most a Prog 1-et. Tehát az én laborénál majdnem 140 hallgatót látok, szerintem az meg úgy kb. Mindannyiótok. Ez is nagyon fura, meg az, hogy tegnap a tegnapi jelenléti ívhez én hozzáadtam az összes hallgatót. Még azt is, aki nem nálam van laboron egyébként. Na mindegy, csak én nem értem egyébként a rendszert, ezért lett volna jó most kipróbálni, de nem baj, majd legközelebb. Jó, na mindegy, lépjünk túl ezen a jelenlétén, inkább csak beszélgessünk az anyagról, mert az fontosabb. Tehát nagyjából átbeszéltük, ugye, hogy a fajépítés hogy működik, meg ugye maga a csomópontosztály hogy van reprezentálva, ugye ez is tudjuk, hogy egy ilyen, ugye így nem látjuk, hogy ez egy ilyen önhivatkozó osztály, mondjuk ilyen, szerintem nincs ilyen fogalom, de nyilván ilyen magára, öntípusra hivatkozik, hogyha úgy tetszik. Jó, ugye a Kerr-függvényt nem beszéltük át, azzal fogunk most foglalkozni, meg ezeket a ilyen segédfüggvényeket, ezzel olyan mélységében nem is fogunk most foglalkozni, meg ugye itt a parancsori argumentumokat néztük át. Jó. Oké, és úgyhogy akkor folytassuk is. Itt a fabejárás lenne a következő feladat, úgyhogy ezt beszéljük is át. Ugye először is jó lenne, hogyha le is futtatnánk a programunkat. Tehát jó lenne ezt megnézni. Ugye alapvetően nyilván itt van nekünk a mi kis programunk, ugye én ezt itt már lefordítottam. Itt van a fa, amit le kell tölteni. Ez az, amit fogunk használni, legalábbis első körbe. Bedobom a linket, hogy ez hol érhető el, csak hogy le tudjátok tölteni. Jó, szerencsére olyan... Ja, igen. Ez lesz az a link. Jó, bedobtam a chatbe, simán végettel le tudjátok húzni. Ki kell bontani, és akkor már látjuk, hogy ez egy ilyen gzip állomány, vagy valami ilyesmi, és akkor ebbe lesz ez a humán genom második kromoszóma. Látjuk, hogy ez azért egy elég nagy fájl itt, tehát ez 230 mega úgy nagyjából, és erre kell majd futtatni a fát. Jó, úgyhogy én most el is indítanám. Nem biztos, hogy a YouTube link videó alá fogom belinkelni, lehet, hogy a UDProgba, vagy a e-learningbe. UDProgba biztosan. Jó, tehát nem biztos, hogy a YouTube videó alá fogom betenni. Jó, hanem az UDProgba. Jó. Tehát ugye akkor futtassuk is le, remélem működni fog nekem. Legalábbis ugye szoktuk mondani, hogy délelőtt még működött. És ugye kell ugye a bemeneti fájl neve, -o, és én most egy ilyen fa nagy.txt-nek fogom a kimenetet elnevezni, de csak azért, mert majd fogunk csinálni egy kicsit is. Jó, és akkor ezt elindítjuk, hát ez fog futni egy darabig. Jó, amit én javasolnék így első körbe, és mindenképp szerintem szerencsés lenne, hogyha ti is megcsinálnátok, hogy egy ilyen 10 megabájtos kis kivágatot készíteni belőle, tehát az első 10 megáját venni csak a fának. Beprogon szerintem írtunk erre egy kis programot. Itt most ezt tényleg csak így fölvillantanám, egy ilyen nagyon egyszerű kis gagyi C program. Hát semmi különöset nem csinál, hanem egész egyszerűen ennyi darab karaktert át fog másolni egy másik fájba. Ugye látjuk, hogy semmi fájlkezelés nincs, tehát valahogy így kell ezt futtatni, most így kommentbe ideírom, hogy ez a pont per 10 mega, és akkor ugye a bemeneti fájlnak a neve, illetve egy ilyen, hát mondjuk legyen ez a rövid genom.txt. Jó, ezt tényleg csak így ide dobom, szerintem majd fölrakom Drive-ra is, hogy lássátok.
semmi különös nem akarnék ezzel mostani időt pazarolni, ez tényleg csak annyit csinál, hogy a fájlnak az első 10 megáját átmásolja egy másik fájlba, pontosabban a bemenetről, a kimenetre, és akkor ugye ezt ez a sima Linuxos átirányítással tudjuk fájlból, illetve fájlba használni. Jó. Oké, és egész egyszerűen azért, mert látjuk, hogy itt még mindig fut. Tehát ez hosszú idő, mire erre az egész fára lefut. Ráadásul a kimeneti fájl is jó nagy lesz. Ha nincs hely a háttértáratokon, akkor az gyorsan be tud telni. Jó? De ezt most már kivárjuk, megnézzük, hogy mi lesz a kimenet. Jó? Addig pillancsunk rá a kiír függvényre, mert ugye itt a programunknak a végén ugye csinálunk egy ilyet, hogy a binfánkat kinyomjuk ebbe a kimeneti fájlba, tehát a, tulajdonképpen a kimeneti fájl ugye ez a amit itt megnyitunk ugye a programunk elején, ez egy sima ilyen fstream objektum, ez fogja nekünk majd a kimeneti fájlunkat reprezentálni a programba, és ugye ezzel a globális kacsacsőr operátorral, amit itt definiálunk fölül, ha megtalálom, így van, tehát ezt itt definiáljuk fölül, ugye, tehát ez az az operátor, ami majd nekünk ki fogja nyomni ide a kimeneti fájlba. Jó? És ugye ez az, ami nyilván majd a kiír függvényt fogja nekünk használni, illetve pár ilyen adminisztratív dolgot kiír, itt a mélység, az átlag és a szórás, ezek tényleg csak ilyen számok, a matekos háttérben nem akarnék belemenni, tényleg csak ilyen alap számokat írnak ki, majd mindjárt meg is nézzük. Jó? Amint majd lényeges lesz nekünk, ugye az a kiír függvénynek a működése, azt kell majd egy kicsit jobban megnéznünk. Na jó, és akkor látjuk, hogy végzett is a dolog, és akkor itt írjuk is ki a végét a kimeneti fájlunknak. Jó, hát itt látjuk ezeket a számokat, ez tényleg csak ilyen referencia miatt lehet érdekes, hogyha esetleg jobban meg akarnánk vizsgálni, hogy mások hogy írták meg a programot, tehát hogyha saját programot írtok, akkor ezeknek a számoknak stimmelnie kell. Jó, tehát erre figyelni kell, hogy ez rendben legyen, ezzel szoktuk ellenőrizni. Jó, ugyanígy le tudjuk futtatni a kicsi fájra is. Most, amit én csináltam, ilyen kivágatot, ez a rövid genom, ugye, és akkor ez legyen a kicsi fa.txt a kimeneti fájlunk. Jó. Oké. Ez hamarabb le fog futni, legalábbis reméljük, így van. És akkor ennek is megnézzük a kicsit, vagy a végét. Hát itt nyilván más számok vannak, mert egy jó nagy adagot levágtunk a fájlból, így csak az elejét vette a fának. Jó, oké, és rendben van. Na most, ugye, ami nekünk itt érdekes, most itt fölvillantom, ugye ez a fa bejárás, tehát először kell egy ilyen inorder, egy postorder, meg egy preorder bejárást készítenünk. Ugye az alapvetően a program inorderben van, de majd mindjárt megnézzük, hogy ez hogyan is néz ki. Addig én segítségül hívnám a tegnapi kis rajzunkat, ahol a fát kezdtem el rajzolni, hogyha megtalálom. Csak hogy meg tudjuk beszélni, hogy mi is ez a fa bejárás. Oké, és itt is van. Jó. Na, ugye emlékszünk, hogy itt vannak nekünk ilyen csomópontok, illetve mutatók a gyermek csomópontokra, és hogy ezeket hogyan is tudjuk kiírni, meg hogyan is tudjuk bejárni ezt a fát. Hát általában ilyen fa vagy bináris fa adatszerkezeteket ugye így háromféle képen lehet, ez a inorder, preorder és postorder bejárás. Ugye ez attól függően különbözik, hogy hanyadik lépésbe fogom magát a csomópontot földolgozni, tehát a csomópontnak az értékét.
Ugye in order esetben úgy néz ki a dolog, hogy először földolgozom a egyik részfát, utána a csomópontot, majd a másik részfát. Jó? Postorder esetben úgy néz ki, hogy először a két részfát fogom földolgozni, majd a csomópontot, ugye preorder esetben pedig úgy, hogy a csomópontot, majd a két részfáját a csomópontnak. Jó? Hát, nagyjából így néz neki a dolog, de nézzük meg forráskódban, hogy hogyan is néz ki. Ugye itt a kiír függvényt kell majd nekünk megnézni, ugye ezt a két paraméteres kiír függvényt, ugye több kiír függvényünk is van, de ebbe most nem menjünk bele, itt a két paraméteres lesz az érdekes. Ugye paraméterbe itt átdobjuk neki az elemet, amit úgymond föl kell dolgozni, illetve egy ilyen kimeneti streamet, amire ki kell írni magát, ugye a fát, illetve hát a szükséges információkat, szükséges adatokat, amit kell. És akkor ugye hogyan is néz ki a dolog? Ugye maga a csomópontnak a földolgozása az tulajdonképpen ez a rész lesz. Tehát igazából, hát itt nyomok egy sortörést, nagyon rondán fog kinézni, de így akkor egybe is látjátok. Jó, tehát ez az a rész, ami magának a csomópontnak a földolgozását fogja végezni. Hát itt kiír nekünk pár ilyen kis vonalat, illetve kiírja magát a karaktert, hogy ott milyen karakter van, ugye 1-es vagy 0, vagy ugye a per, hogyha a gyökérről van szó, illetve zárójelbe ki fogja nekünk írni a mélységet. És akkor, hogy fölvillancsom újra, hogy ez tényleg így van, hogy ugye pontosan ezt látjuk itt, hogy kiír nekünk egy csomó ilyen vonalat, ugye kiírja, hogy ugye ez egy nullás csomópont, tehát kiírja nekünk a nullát, az értéket, illetve kiír nekünk egy mélységet, ugye zárójel között, hogy éppen az az aktuális csomópont milyen mélyen van a fában. Jó. Ugye látjuk, hogy ez a rész itt középen van, és körülöleli ugye az, hogy a egyik részfát földolgozzuk, illetve a másik részfát földolgozzuk. Jó? Tehát emiatt ez egy in-order bejárás lesz, ugye földolgozzuk az egyik részfát, földolgozzuk a csomópontot, majd földolgozzuk a másik részfát. Jó? Oké is. Na, de ahhoz, hogy ez látványos legyen, és egybe lássuk, mert ugye erre a nagyfára nem látjuk, hogy ez hogyan is néz ki, csinálnunk kéne egy nagyon kicsi bemenetet, mégpedig egy ilyen test input bemenetet, amit én már meg is csináltam. Tehát, ha megnézzük ezt a test inputot, látjuk, hogy ugye van egy ilyen új sor, meg három darab betű, de gedit-be is kinyitom, hogy látszódjon. Jó, tehát tényleg csak ennyi az egész, egy új sor, meg pár karakter, hogy egybe is tudjuk látni ezt a bemenetet, vagy hát ennek a kimenetét tulajdonképpen. És akkor futtassunk már erre egy fajépítést, hogy ez hogyan is néz ki. Oké, és akkor írassuk ki ennek a kimenetét. Látjuk, hogy ez egy sokkal kisebb fa, ugye? Tehát ez tényleg egy picike kis fa, 4-es mélység, tehát tényleg egy nagyon, nagyon kis valami. Ugye három betű, hát ennél sokkal többet nem lehet. Jó, amit itt látunk, hogy a gyökér csomópont itt középen helyezkedik el. Ugye ez is utalhat arra, hogy ez egy in-order bejárás, hogy ugye itt az egyik részfa, másik részfa középen, meg a gyökér csomópont. Na most ezt írjuk már post-orderre. Ugye melyik a post-order? Az a post-order, amikor magát a csomópontot a végén dolgozzuk fel. Jó? Hát egész egyszerűen nemes egyszerűsége, azt kell csinálnunk, hogy ezt a sort át kell tennünk ide, és megnézni, hogy mi történik. Ugye fordítsuk le újra. Oké, és akkor futtassuk az előző kis test inputra. Jó, és akkor nézzük meg, hogy
hol van most a gyökércsomópont. Hát látjuk, hogy itt van a legvégén, tehát úgy tűnik, hogy jól dolgoztunk, mert ez akkor már egy post-order bejárás, mert hogy a gyökércsomópont a legvégén van a kiírásnak. Jó, azért a biztonság kedvéért nézzük meg a preordert is, ami ugye az, hogy az elején dolgozzuk fel a csomópontot. Oké, és... Jó, fordítsuk le újra. Futtassuk. És nézzük meg a kimenetet. Jó, hát itt pedig látjuk, hogy az elején van a gyökércsomópont, tehát hát nyilván ahogy vártuk is, így akkor itt az elején lesz már a gyökerünk. Jó, hát úgy nagyjából erről szólna ez a feladat, tehát ez a 6.2-es feladat, 6.3-as, bocsánat, hogy különböző módokon is járjuk be a fát. Hát, ha van kérdésünk, akkor tegyük fel bátran. Most itt van rá lehetőség. Jó, érthető volt, nem volt érthető. Beszéljük át van. Még egyszer. Tiszta, tiszta. Mióta tart az óra? 25 perce. Jó, szuper, szuper. Oké is. Na, hát akkor... Aha. Mentol, igen. Sőt, igazából szerintem ez így látványosabb is. Mondjuk nyilván a nagy inputra is meg tudod mutatni, mert ha a file elején van a per, akkor preorder, ha a file végén, akkor postorder. Ugye az inordert nem tudna most, kikeresed a közepén a gyökeret, hát... De szerintem simán működhet ilyen test inputra is, jó? Ugye a programotoknál az első lépcsőfok az, hogy arra a nagy inputra, tehát amit letöltötök, az annak ez legyen a kimenete. Hol is van? Mi a fa nagy? Jó. Tehát a test input, tehát nem a test input, hanem a rendes input, tehát amit letöltötök. A normális programra ezeket a számokat hozza. Jó. Utána itt a fa bejárást már hackkelhetitek ilyen kis izére is, mert hogyha ez jó számokat mutat, akkor nyilván már a többi is jól fog működni, tehát akkor, ha már átírjátok a bejárást, az már rontani nem fog a helyzetem. Jó? Csak ha megírjátok a programotokat, akkor erre mindenképpen teszteljétek le, hogy jók-e a számok. Jó? De ez nyugodtan mehet a könyvbe. Jó, rendben vagyunk így akkor? Mehetünk tovább, ugye? Jó. Oké, és rendben van. Na. Akkor ugye a következő, amit meg kell néznünk, az ugye ez a tag a gyökér és mutató a gyökér feladat. Na most nem tudom, hogy előadáson erről mennyire volt szó, mennyire nem volt szó, hogy mi ez a kompozíció meg agregáció. Ugye itt ez már ilyen óvós téma végül is. Olyan sokat nem akarnék rajta rugózni, már mint abban az értelemben, hogy most ilyen fogalmi szinten. Itt igazából csak annyit kell látni, annyit kell tudni, hogy ugye objektumok, pontosabban osztályok lehetnek relációban egymással, valamilyen asszociációban, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, talán a reláció a szerencsésebb szó, és attól függően, hogy mennyire erős ez az asszociáció vagy reláció, az szerint tudjuk ezt, hogy most adott osztály csak kompozícióban van a fával, vagy agregációban van a fával. Jó? És akkor ez alapján ugye,
Hát az, hogy tagunk most a gyökér, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy itt az LZV BINFA osztályban a csomópont úgy jelenik meg, mint egy létező objektum, úgymond. Jó, tehát egy objektum szinten jelenik meg. Jó, és ugye jelenleg ez e mentén is van megírva a dolog. Ugye látjuk itt, hogy itt a konstruktor már az LZV BINFA konstruktor ugye feltételezi, hogy ott majd lesz is neki egy gyökér. Hát erről majd egy kis feladatot, de ez inkább ilyen védési feladat lenne, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy BevProgon néztük, szerintem néztük, hogy ugye a csomópont osztály, illetve a csomópont objektumos része az LZV BINFA osztálynak. De ugye látjuk itt a konstruktorban, hogy itt már ugye a FAPOINTER-nek már értékül adnánk a gyökér csomópontnak a címét is. És hogy nyilván ahhoz, hogy ez a konstruktor le tudjon futni, már kell, hogy létezzen a gyökér csomópont. És akkor nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy beszéltük ezt, hogy akkor most a csomópont, vagy az LZV BINFA osztály konstruktora fut le hamarabb. Erre emlékeztek-e esetleg? Hogy BevProg már nagyon régen volt. Valaki emlékszik rá. Aha. Jó, és akkor melyik konstruktor fut le előbb? Oké, és jó, a csomópont. Így van a csomópont. Jó, hát nyilván, mert a gyökérnek már léteznie kell, amikor ugye ez az értékadás végre kell, hogy hajtódjon. De a csomópont. Jó, oké. Jó, rendben van. Na ezzel most így hirtelen ennél többet nem akarnék foglalkozni, hanem nézzük meg azt, hogy hogyan is kell ezt átírni úgy, hogy, mert ugye jelenleg itt a tag a gyökér. Tehát ez a feladat tulajdonképpen, ha úgy vesszük, készen van. Ugye át kell írni arra, hogy a gyökerünk mutató legyen. Hát itt azért olyan sok dolgunk nincsen, legalábbis látszólag, mert innentől kezdve ugye a gyökér mutató. Na de nyilván ez azért némi problémát majd magával fog vonzani, mert hogy ugye nyilván a függvényei nem így működnek. Jó, tehát rögtön látjuk, hogy itt bizony a hibák azok érkeznek. Hát semmi gond, szépen el kell kezdenünk kiavítgatni őket. Ugye kezdjük is rögtön az elején. Ugye itt a konstruktornál jelzi rögtön az első hibát, mert hát ugye nyilván itt ugye akkor implicit nem fog lefutni ugye a konstruktor, de semmi gond, írjuk meg. Hát nem a legszebb megoldás, de jó lesz ez így most nekünk. Ugye egyrészt létrehozzuk ezt a gyökeret, illetve a fára rá is állítjuk. Jó, tehát a fa pointer rögtön a gyökérre mutasson. Ezzel, ha minden igaz, egy hibát már javítottunk is. Így van. Jó. Hát nyilván a többi az már a függvényeinkben lévő hiba. Látjuk, hogy itt a... Így van, itt a szabadít függvény hívásánál van gond. Ugye mivel, hogy a gyökér pointer, ezért már nem így hivatkozunk a tagjára, hanem ugye a nyíllal. Jó, nézzük tovább, hogy milyen hibáink vannak még. Hát azért még van. Jó, ugye itt van egy kis értékadás. Igen, itt ahogy építjük a fát. Ugye ez itt is probléma. Ezek már így rendben vannak. Jó. Nézzük tovább. Oké, és itt a kiírásnál is van gond. Ugye itt se a címe kell, mert ugye a gyökér az már egy cím. Jó, menjünk tovább. Jó, itt van egy másik kír. Ugye itt a másik hívás. Jó, és szépen fogynak a hibák, és itt már csak a külső függvények, pontosabban a matekus függvényeknél van hiba.
akkor szépen ide le is tekerünk. Így van, itt a címet kell átadni, hanem a magát a pointert. Jó. Na nézzük. Rendben van, lefordul. Oké, és azért futtassuk is le, hogy működik. Jó, mutatom még egyszer, mert a nagy fejemtől nem látszódik, hogy lefordul. Jó, szépen lefordul. És akkor futtassuk is le. Erre a sima tesztle. Jó, szuper, szuper. Na. Oké, és elvileg rendben vagyunk. De én látok egy hibát. Esetleg ti látjátok-e a hibát? Így hirtelen. Mindjárt lesz gyökérper, csak nem téllel kellett volna, hanem morral. Jó, mert így csak a fáj végét írja ki, így meg ugye az egészet, és most preorderben van. Ne, a forráskódban nem ez a hiba. Jó, akkor lehet, hogy ránézésre, akkor segítek egy kicsit. Van nekünk ez a segédprogramunk, a Wallgrind, emlékszünk rá? Jó, ugye ez memóriát elemzi, tehát a programunk memória használatát. Nézzük meg, hogy ír-e valami hibát. Na, van itt valami probléma? Hogy már mindenki alszik, így a ebéd utáni délután. Van. Van. Jó, és akkor mi a hiba? Jó, valamennyi memória nincs lefoglalva, vagy lefoglalt memória nincs felszabadítva, és hol nincs felszabadítva? Eddig ugye jó volt, most, hogy átírtuk, így vannak gondok. Adok egy kis időt, hogy lássuk a hibát. No, itt a forráskódban láthatnánk is egyébként. Jó, hát ugye mi az, amit csináltunk itt mi most? Ilyen foglaltunk memóriát, ugye nyúlval a gyökérnek. Így van, a gyökérnél. Tökéletes, tökéletes. Jó. Hát ezt föl kell szabadítanunk. Jó. Tehát kézzel ezt nekünk itt a destruktorba föl kell szabadítanunk, különben ez el fog folyni ez a memória. Na most nézzük meg újra, hogy jól dolgoztunk-e. Oké, és akkor Wallgrind-dal futtassuk. Így van, szuper, szuper, szuper. Jó, oké, és na, és akkor itt már látjuk, hogy itt már nem lehetséges memória szivárgás. Oké, és na, hát itt azért még egy kicsit csinosítjuk, mert így azért nem az igazi. Így meg nem szép, de talán így működni fog. Azért ránézek, hogy rendben legyen. Jó, hát ezen majd még dolgozunk egy kicsit. De egyelőre így szerintem jó lesz. Oké. Na, hát akkor tulajdonképpen ez a feladat, ez lenne ez a tag a gyökér és a mutató a gyökér. Nagyon
röviden, meg nagyon egyszerűen szerintem így lehet ezt megoldani, illetve így lehet bemutatni. Ugye ez az asszociációnak az erőssége tulajdonképpen, hogy kompozícióban vagy agregációban vagyunk a adott objektummal. Mondom, nem akarok nagyon rugózni ezen a fogalmi részen. Én így értelmezem, hogy itt ez a, amit csinálnunk kell. Jó. Ez így világos-e? Ez a pointerezés. Hogy átírjuk sima csomópont pointerre. Oké, és jó, szuper, szuper. Jó, ha van kérdés, nyugodtan dobjuk be így, akár menet közben is. Mehet aszinkron a dolog, amikor oda nézek, majd válaszolok. Jó, na, akkor menjünk tovább. Hiszen jön a védési feladat, mégpedig a mozgató szemantika. Na most... Itt azt írja, hogy írjuk mozgató konstruktort és értékadást. Igazából itt én ezt úgy gondolnám megoldani, és úgy lenne ez jó megoldani, hogy ugye a rule of five miatt, hogy minden legyen benne a programban. Tehát másolás, mozgatás, meg minden egyéb. Egy picit fölvezetném most ezt a dolgot, hogy ha valaki nem emlékszik rám, hogy a BevProgon azért a memóriakezeléses laboroknál volt erről szó bőségesen, de ott még ugye nem vártuk el, hogy ezt már a kettesért tudjátok, elég volt az ötösért tudni. Tehát aki ezt implementálta, az kapott csak ötöst igazából, meg aki sok-sok pontot gyűjtött. Szóval ezt mindenképpen fölvezetném egy kicsit olyan értelembe, hogy az elméleti részt is. És akkor most megpróbálom nektek előhozni azokat az előadás fóliákat, amiket néztünk ennek kapcsán. Csak tényleg ilyen ismétlés jelleggel. Pedig emlékeim szerint én le is töltöttem ezeket csak. Ja igen, itt van, jó. Megvan. Ha emlékeztek ezekre a szlájdokra, illetve nyilván a könyvfejezetekbe, ugye, hogy fölvettem úgy nagyjából, hogy a probléma hogyan is néz ki. Ugye alapvetően az lenne nekünk itt a felvetés, hogy nyilván használjuk a memóriát, tehát használjuk ugye a free store-t, vagy heap-et, vagy szabadtár, halom, nem is tudom, hogy maradjunk a free store-nál, az a biztos. És ugye nyilván ebben az esetben csak egy pointert kapunk vissza, és ezt a pointert tudjuk használni ugye azon a blokkon kívül is, amin ugye, tehát ahol létrehoztuk a free store-be ez a memóriát, tehát a free store-ba ott marad. Ugye emlékeztek, a vektor típusnál ez volt ugye a lényeges, hogy ugye van valamilyen mutatónk, valamilyen memória területre, ami a free store-ba van lefoglalva, és akkor, hogy ugye ezt bárhol tudjuk használni, tehát el tudjuk érni a programunkba máshol is. Nyilván így csak a pointer, tehát a memória címet kellett mindig továbbadnunk, és akkor ez mindig elérhető volt. Viszont ugye beszéltük azt is, hogyha a new-val foglalunk memóriát, akkor azt mindig fel kell szabadítanunk így explicit módon nekünk ugye delete-tel, mert nyilván akkor egyébként elfogyna a memória, tehát ott maradna. És ez ugye nem jó. Tehát hogyha már nem használjuk ugye a free store-ba foglalt memóriánkat, akkor szabadítsuk fel. Jó, ezt nekünk kézzel kell megtenni, mert ugye itt C++-ba hát legalábbis alapból még nincsen ilyen garbage collection, meg ilyenek, azért vannak már elég jó ilyen memóriakezelés segítő eszközök, de azért nem egy Java-ba vagyunk, ahol ez kvázi automatikusan történik. Jó, és akkor ugye nyilván ez volt valamelyest a felvetés, hogy ugye new-val foglalunk helyet,
És akkor ugye, amit mondtam is probléma, hogy ugye ilyen memory leak-ek keletkezhetnek. Tehát például itt, amit ebben a nagyon egyszerű kis függvényben látunk, hogy itt nyúlval foglal memória területet ilyen double-öknek, és akkor tulajdonképpen egy, ugye a new az egy pointerrel fog visszatérni, ugye annak a területnek a címével, amit lefoglaltunk. Ugye itt létrehozunk még egy ilyen double tömböt, itt használunk, csinálunk valamilyen számítást, ugye amit beleteszünk ebbe a resultba, majd visszaadjuk a resultot. Jó? Hát nyilván a result úgymond nem fog elveszni, mert itt látjuk, hogy kint a hívási helyen, itt meg lesz, tehát ugye a maga a kalkuláció eredménye, pontosabban az a memória cím, amit ez visszaad, az itt az R-ben meg fog jelenni. Tehát tulajdonképpen ez a memória terület, ez itt lesz, itt erre, az R-rel tudunk hivatkozni erre a memória területre, tehát nem is ezzel van a probléma. Hanem ugye a P-vel, ami ugye nyilván maga a változó, tehát a P változó, az ugye a blokk végén el fog tűnni, tehát nyilván ott az úgymond megszűnik, viszont a memória terület az nem. Jó, tehát az ott marad a free store-ba. És innentől kezdve már nem fogunk tudni rá, hogyan hivatkozni, tehát egész egyszerűen ez a memória terület úgymond el fog veszni a mi részünkről. Jó? És akkor nyilván, hogyha ezt sokszor csináljuk meg, akkor mindig annyiszor fog, ahányszor ezt megcsináljuk, és előbb-utóbb el fog fogyni a memóriánk. Jó? Hát nyilván, ha a program kilép, akkor azért azt visszakapja az oprendszer, tehát nem az van, hogy akkor örökre elfogy, és akkor vége mindennek, de gondoljunk egy szerver alkalmazásba, de hát csak egy játékba is, ami akár órákig futhat, hát ha most van egy egyszerű függvényünkben valami memória szivárgás, akkor az tényleg komoly problémákat tud okozni. Jó. Na tehát ez lenne a memory leak, ami itt nekünk most problémás, de mondom, ez még csak egy ilyen első felvetés, hogy itt a heap-et hogyan kezeljük. Hanem akkor nézzük meg a másikat, ami már igazából a magáról a másolásról fog szólni. Nem is tudom, hogy miért írtam föl magamnak ezt a szlájdot. Ugye, hogy itt a vektornál mi is történik meg, hogy a vektor objektumnál, amit vektor osztályon, amit néztünk ugye BFPROG-on, hogy ugye itt is nyilván elemeknek foglalunk memóriát, tehát itt is ugye a maga, ahol a vektor elemeit fogjuk tárolni, azok a heap-en vannak lefoglalva, tehát a free store-ban van lefoglalva. És ugye itt látjuk, hogy nyilván a vektornak a destruktorába ezt föl is szabadítjuk. Nyilván, mert erre szükségünk van, de ezt már a mi binfánkban is megcsináljuk, hogyha emlékszünk rá, most gyorsan visszakattintok. Ugye itt ez a szabadít függvény szépen felszabadítja nekünk a memóriát. Jó? Tehát ez igazából itt rendben van. Ugye a szabadít függvény meg, látjuk, hogy szépen rekurzívan ez is bejárja a fát, és mi is szépen felszabadítja ugye az elemeknek lefoglalt memória területet. Jó? És ugye ez az, amit a wallgrind-dal megnéztünk, hogy ugye most már rendben van, tehát szépen felszabadítja az összes memóriát, amit használ. Jó, oké is. Na hát ugye a vektorunk nagyjából ilyen lenne, de nézzük is meg akkor, hogy ugye mi is a probléma, meg hogy miért kell a másolás, meg a mozgatás, tényleg csak ilyen ismétlés jelleggel. Ugye látjuk, hogy van itt nekünk egy ilyen függvényen belül, hogy definiálunk egy n elemű vektort. Ugye itt csinálunk egy másolást, itt ugye a másoló konstruktor, a másoló értékadás hívódna, másoló konstruktor hívódna. Ugye nyilván itt akkor elvileg létre kell, hogy jöjjön egy másolat, vagy legalábbis ezt szeretnénk. Ugye, hogyha ugyanezt csináljuk mondjuk integerekre, akkor ugye ott az érték átmásolódik az újonnan létrehozott változóba, és tök jó, az történik, amit szeretnénk. Ugye itt létrehozunk egy harmadik vektort, ugye itt megint ugye csinálunk egy másolást, de ugye a kérdés az, hogy mi is ez a másolás tulajdonképpen, mit szeretnénk, hogy mi történjen. Ugye alapvetően, hogyha egy vektort szeretnénk lemásolni, én legalábbis személy szerint arra gondolok, hogy akkor fogjuk a vektort, és akkor szépen egyesével minden egyes elemét annak a vektornak átmásoljuk az új memória területre, szépen egyesével,
és tulajdonképpen két különböző vektorunk lesz ugyanolyan értékekkel. Jó? Tehát én, amikor ezt csináljuk, vagy amikor ezt csináljuk, én ezt várnám ettől a két értékadástól, hogy máshogy állt az értékeket egyesével. Jó. Hát ideális esetben ez történne, de nyilván azért ehhez valamit tennünk kell, mert azért ez nem ilyen egyszerű. Ugye az alapvektor, tehát a beépített vektorosztály, a standard vektorosztály az ezt csinálja, tehát az a rendben is van. Ugye tavaly ugye ez volt a felvetés, hogy amit mi írunk vektorosztályt, az abba ezt implementálni kellett. Na, és akkor ugye, hogy alapesetben mit jelent a másolás? Ugye alapesetben azt jelenti a másolás, hogy másoljuk le az adattagok értékeit, tehát az adattagokat másoljuk. Tehát akár a konstruktort hívjuk, akár ez az inicializálás, vagy ez az értékadásos dolgot, ugye ott az történik, hogy egyrészt lemásolja ugye a méretét, ugye az aktuális mérete mi a vektornak, meg ugye lemásolja a pointert is, tehát tulajdonképpen ezek csak az értékeket másolja át igazából. Jó? Tehát átmásolja a 3-at, mint érték, meg átmásolja ezt a pointert, mint érték. Na igen, ám, de ilyenkor ugye a V2 az ugyanide fog mutatni. Nyilván, tehát ugyanarra a memória területre. Ezt fogjuk majd egyébként sekély másolásnak hívni, de majd ha odaérünk, akkor beszélünk erről. Oké is. Jó, hát ugye ez az, amit ír, hogy copy the data members, tehát szépen az adattagokat lemásolja. Na most nyilván itt írja is, hogy akkor katasztrófa fog következni, de hát azért ne legyünk ennyire drámaiak. Ugye az fog történni, hogy ha valamelyik vektornak, V1-nek vagy V2-nek a destruktora lefut, már pedig itt ugye a blokk végén implicite hívódni fog ugye a destruktor, akkor erre kétszer hívnánk meg ugye a delete-et. Ami nyilván nem szerencsés, sőt, hát nyilván nem is jó. Tehát kétszer próbálnánk felszabadítani ezt a memóriaterületet. Nem jó. Tehát így ez nem nincs rendben. Oké is. Hát mit kell tennünk? Nyilván implementálnunk kell azt, hogy másolja le majd ezt a memóriaterületet. De nézzük is meg, hogy hogyan is néz ez ki. Nem, ez még szerintem nem az. Igen, itt az assignment-tel, tehát az értékadással vannak gondok. Ugye itt első körben létrehoz egy n elemű vektort, ugye annak ad valamilyen értékeket, most ez mindegy is. Utána meg létrehoz egy 4 elemű vektort, és erre rámásolja az előző vektort. Ugye itt a assignmentnél ugye megint az történik, hogy ugye az értékek fognak másolódni, hogy ugye a 3-at átmásoljuk ide, magát az értéket, illetve ezt a pointert is átmásoljuk ide. Na most itt már rögtön van egy memória szivárgásunk, mert ez a memória területe el fog veszni. Jó? Mert a pointert átállítjuk ide. Jó? Tehát ez rögtön már problémát fog okozni. Tehát ez a memória terület már elszivárog. Jó? Ezt meg kétszer próbálnánk felszabadítani, ami ugyanaz, mint az előtt, tehát ez megint csak nem jó. Nyilván, amikor a blokk végére érünk, akkor ez fog problémát okozni. Jó, oké is. Na és akkor, hogy mi a megoldás? Ugye egyrészt, tehát implementálni kell a másoló konstruktort. Nyilván itt alapvetően arról van szó, hogy ugye szépen elemről elemre, ami itt történik, átmásoljuk tehát minden egyes elemet át fog másolni ugye az új vektorba, amire másolunk. Ugye itt nyilván történik egy ilyen, ez egy sima másolás, ugye itt a vektor aktuális méretét másolja át, itt meg ugye a konstruktorba létrehozza, tehát foglal memóriát a heap-en. Jó? Tehát itt létrehozzuk tehát itt foglalunk memóriát tulajdonképpen, és akkor ebben a memóriaterületbe fogjuk szépen egyesével átmásolni a vektorunk elemeit. Jó. Oké, és itt mi történik? Ja, hát igen, és akkor itt ugye a használat, itt létre az egyet, itt meg ugye akkor hívja a konstruktort, ugye a másoló konstruktort,
És nyilván itt akkor már ugye hívódni fog, tehát ezt a függvényt fogja hívni, és ez szépen átmásolja így elemről elemre a free store-ban foglalt területet, tehát ugye nyilván első lépésben átmásolja ugye a vektor méretét, utána foglal annyi memória területet, amennyire most szükségünk van, hát itt most három elem, és akkor szépen elemről elemre ezeket át fogja másolni. Oké is. Jó. Már is foglalkozunk a jelenlétivel. Jó. Másik ugye a copy assignment. Nyilván itt ez is szépen itt meg van írva. Ugye itt nyilván egy lépéssel ki kell bővíteni a dolgot, vagy hát lehet akár szűkíteni is. Ugye nyilván itt miről van szó? Ugye valahogy így néz neki ugye a prototípus ennek az operátornak, és valami ilyesmit szeretnénk csinálni, tehát hogy az X-re másolja rá az A-t. Most így nagyon elnagyoltan fogalmazva. De hát ugye mit kell tennünk? Ugye itt van az A, ez az A vektor, ugye három elemmel maga, ugye ez a három elem, ahogy itt kinéz a Free Store-ba. És akkor ugye van nekünk kezdetben egy másik x vektorunk, ami eredetileg négy elemű, és ugye itt ez a négy elem valamilyen értéket is hordoz. Na hát mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy hát vagy azt, hogy ez a memória terület szabaduljon föl, hozzunk létre egy új memória területet, és egyesével másoljuk át az értékeket, vagy hát majd egy elegánsabb megoldás lesz később, hogy egyből ide fogjuk ezeket másolni, de az kell egy pici memória management. Most ezzel nem is fogok foglalkozni, ezt beszélgettünk erről a DevProgon. Itt tényleg csak arról lenne szó, hogy itt másoljuk át az értéket, ezt szabadítsuk föl, tehát a régit azt föl kell szabadítanunk, hozzuk létre az újat, és másoljuk bele az értékeket egyesével. Jó? De tényleg ez csak így ilyen nagyon egyszerűen hozzuk létre. Jó, és akkor itt van egy nagyon egyszerű kis implementációja ennek a dolognak, ugye ez az értékadó operátor, hogy hogyan működik, pontosabban a másoló értékadás, hogyan működik. Ugye itt paraméterbe adjuk át nyilván azt, amit másolnunk kell, és akkor létrehozunk egy akkora, tehát foglalunk memóriát egy akkora double tömbnek jelen esetben, ami ez, és akkor ez a P fogja ezt jelenteni. Ebbe szépen egyesével átmásoljuk az elemeket, tehát minden egyes elemet szépen átmásoljuk. Utána ezt felszabadítjuk, mert mármint, hogy az előzőt, ugye a régit, szépen felszabadítjuk. Átmásoljuk a méretet, átállítjuk a pointert, tehát ugye amibe másoltunk, az most már legyen az elem, tehát nyilván ott azt a pointert másoljuk át, majd visszatérünk egy self-referenccel, mert ugye operátorról van szó, és kell, hogy legyen eredményünk. Jó. Tehát ahogy mondtam is, ugye annyi történik, hogy első körben megnézzük azt, hogy hány elemnek kell memóriát foglalni, ugye az nyilván itt a másolandó tömbbe, ezt a memóriát itt szépen lefoglaljuk, átmásoljuk bele egyesével az elemeket, utána felszabadítjuk ezt, tehát ezt eltüntetjük, majd ugye ezt a memória címet ráállítjuk erre a pointerre. Hát, tulajdonképpen ennyi történik, meg hát nyilván az elemszámot beállítjuk, amekkorára szükséges. Jó. Oké is. Jó, hát itt ez most szerintem nem olyan érdekes, mert ugye itt szépen felszabadítjuk. Jó, egy nagyon pici kis terminológia, és akkor mindjárt megnézzük ezt az e-learninget is, írjátok itt, látom a chatbe. Ugye ami terminológia volt, ez a sekély meg mémásolás, ugye amit itt néztünk az imént, ugye ez, hogy másoljuk át az adattagokat, ugye ez a sekélymásolásra egy nagyon jó példa. Látjuk, hogy itt lemásolja a 3-at, tehát ugye az értéket, illetve lemásolja a pointer értékét.
Jó, tehát ez a sekély másolás. Azon túl, hogy itt ilyen double delete, meg elég sok memóriakezelési probléma lehet, itt ugye nyilván ha V1-et módosítjuk, akkor V2 is nyilván változni fog, tehát ez nem szerencsés, ugye ezt hívjuk sekélymásolásnak. Ugye ez, amit így csinálunk, ez pedig ugye a mély másolás, amikor az elemeket egyesével szépen átmásoljuk egy újonnan lefoglalt memóriaterületre, nem is ezt mutatom, hanem inkább ezt, mert ugye a másoló konstruktornál, ugye itt látjuk, hogy lefoglalunk egy új memóriaterületet, és abba szépen egyesével külön-külön minden egyes elemet átmásolunk. Jó, és akkor ez a mély másolás tulajdonképpen. Jó, mi van még itt? Oké, és jó, ez nem olyan érdekes. Rápillantok a jegyzetemre is. Jó, itt még a mély és a sekély másolásról van szó. És akkor mindjárt megyünk tovább a mozgatásra. Jó, aki esetleg nem emlékszik, olvassa el a BevProgos könyvbe a 18-as fejezetet. 17-18-as fejezet. Jó, tehát ezeket mindenképp nézzétek át. Ugye ezek szólnak itt tulajdonképpen a memóriakezelésről. Meg majd a 19-est is érdemes, mert az meg a template class-ekről, de arra majd később beszélünk. Jó. Na akkor mi a helyzet itt az e-learninggel? Jó. Hát valakinek nem megy az e-learning, valakinek nem találja a jelenlétét. Igen, a 0.9-es laborhoz adtam. Nem tudom, hogy ez probléma-e, hogy te a 0.7-be vagy, akkor be kell-e kattintani. Igazából erre nem tudok válaszolni. Szerintem kattints be magad nyugodtan, ha be tudod. Valakinek nem megy. Jó, ránézek én is, hogy nekem működik-e. Hát, nekem se. Jó, hát majd fog. Majd lehet, hogy akkor kell, amikor nincs oktatás, tehát este, 9-10 óra körül. Valakinek alapból azt írja, hogy present. Hát, nem tudom. Jó, este kipróbáljuk. Én biztos, hogy ránézek majd este, amikor már nincs oktatás. Szerintem az lehet a gond, hogy túl van terhelve most egy kicsit a dolog. Jó, oké is. Na, térjünk vissza ide, akkor érthető a másolás, hogy mi az elméleti koncepció mögötte. Jó, hogy miért kell nekünk ez a free store, meg hogy mit is jelent ez a másolás. Elméletben érthető. Aha, jó. Jó, kérdezzünk nyugodtan. Oké is. Na hát, első körben majd ezt mindenképp implementálnunk kell a BIM-fába, mert kelleni fog, de először menjünk tovább, még nézzük meg a mozgatást is, hogy mit ír róla a könyv. Ugye mi is a probléma felvetés? Ugye nyilván van nekünk egy ilyen kis függvényünk itt most, ami majd egy vektorral fog visszatérni, és így valami ilyesmit fog ezt csinálni, hogy föltölt valamilyen ilyen vektort valamilyen input streamről. Most igazából ez nem is feltétlenül érdekes, hanem ugye az, hogy ezt a vektort itt lokálisan fogjuk létrehozni, és ugye így fogjuk szépen föltölteni
valamilyen értékekkel, hát itt ilyen double értékeket látok, tehát amíg számokat írogatunk, addig ez ebbe a vektorba fogja szépen töltögetni, hozzáadogatni az értékeket. Ugye? Jó, és ugye mit akarunk? Hát vissza akarjuk adni ezt a vektort, ugye, tehát vissza akarunk térni vele, és itt a hívási helyen pedig ennek értékük akarjuk adni. Na most, ami itt hirtelen látszik, hogy ugye itt kérdések vetülnek föl, hogy ugye itt nem memória címet adunk vissza, ugye, tehát nem a vektornak a címét adjuk vissza, hogy akkor itt most akkor másolás történik. Tehát ugye itt le kell másolnunk a vektor minden egyes elemét. Hát nem tudom, hogy az szerencsése, ugye itt írja is, hogy az nem lenne túl ötlet, ugye gondoljunk bele, hogy itt most beadunk neki mint egy 10 000 double-t, vagy 100 000-et, vagy valami iszonyat nagy számot, akkor itt nagyon komoly memória mozgásról lenne szó. Tehát egyrészt az, hogy másoljuk át, szabadítsuk föl, stb. Tehát az úgy nem szerencsés. Hát mit kell tennünk? Ugye mozgatnunk kell, ugye, de nézzük is meg, hogy itt ilyen kis móricka rajzokon ez hogyan is néz ki. Ugye a return előtt ugye a fill függvényben van nekünk a külső vektorunk, illetve itt a belső res vektorban van 3 elem, meg ugye van egy freestore-os memória terület, ahol le van foglalva tulajdonképpen ennek a 3 elemnek a memória, vagy akárhány elemnek memória. Jó. Rendben van. Na most, ugye a return után, tehát visszatérünk a hívási helyre, és ugye itt a vektorunknak ez a ennek, tehát értékül kéne adnunk valamilyen formában. Hát ugye nyilván most átmásolni ezt a 3-at, ez nem olyan bonyolult dolog, de ugye itt komolyabb memória műveletet nem igazán kéne csinálnunk, mert minek kéne csinálnunk, egész egyszerűen csak ezt a pointert állítsuk át ide. És akkor rendben is vagyunk. Jó? Nyilván arra azért figyelni kell, hogy ugye a resnek a destruktora az azért majd ezt azért ne szüntesse meg, de majd mindjárt beszélünk erről, hogy ez hogyan is néz ki. Jó? Tehát nyilván egyszerűen csak annyit csináljuk, hogy ugye állítsuk át a külső vektornak a pointerét erre a memória címre, ugye a belsőt pedig nullázzuk ki. Jó? Tehát egyrészt itt nullázzuk ki a... Jaj. Tehát nullázzuk ki a méretet, meg állítsuk null pointerre, hogy ugye a destruktor ne szabadítsa fel ezt a memória területet. Jó? Oké is. Még egy kis magyarázás, ugye maga a mozgatást, azt ugye így ez a két és jellel, most elnézést, hogy így mondom, de ezzel a két és jellel jelöljük, hogy ugye ez lesz ugye a mozgató konstruktor, ez pedig a mozgató értékadás, és ugye ez lesz az, hogy tulajdonképpen ellopjuk ugye az implementációt, mert ugye ezt úgy is szoktuk hívni, hogy steal, tehát hogy ellopjuk innen ezt a kis memória területet, vagy hát ellopjuk a reprezentációját ennek a vektornak. Jó? Tehát így jelöljük ezzel a dupla és-sel. Hát a vektorunk esetén ez egy baromi egyszerű dolog lesz, mert egész egyszerűen ugye átmásoljuk az értéket, illetve ugye átmásoljuk a pointert, tehát ugye itt csak, nyilván csak a pointer értékét, és az eredetit pedig szépen kinullázzuk, és akkor így már a destruktorunk nem fogja bántani ezt a memória területet, már hogy az A-nak a destruktora nem fogja bántani a memória területünket. Jó? Tehát ezt mindenképp sose felejtsük el megcsinálni. Jó, tehát ez a mozgató konstruktor. Pillancsunk rá a mozgató értékadásra. Itt igazából csak egy lépéssel van több, ugye, hogy amire mozgatni szeretnénk, az diallokálni kell, tehát föl kell szabadítani azt a memóriát, amire mozgatni szeretnénk, ugye ez azért van, mert nyilván, hogyha már van lefoglalt memóriánk, meg ott vannak elemek, akkor azt szabadítsuk föl. Hát nyilván ennél egy elegánsabb megoldás lesz majd az, hogy nem felszabadítjuk, hanem menedzseljük egy kicsit ezt a memóriát. Ugye azért tudjuk, hogy ezek azért, ezek a new meg a delete, ezek azért eléggé erőforrás igényes műveletek. Most első körben ez így rendben van, de nyilván a valóságban azért ez nem biztos, hogy így szerencsés.
Jó, de mondom, egyébként a BeamFA-ba is így fogjuk megcsinálni, tehát ilyen nagyon egyszerű módon. Jó, utána elkérjük átmásoljuk a pointert, átmásoljuk a méretet, majd a végét kinullázzuk. Jó, tehát a régieket kinullázzuk. Jó. És nyilván mivel, hogy operátorról beszélünk, ezért visszatérünk a self-referenccel. Jó, oké is. Na hát szerintem itt elméletről ennyi. Jó, hát ugye még egy ilyen lényeges dolog, hogy ugye ez a rule of five, tehát amit itt is látunk, hogy ugye azt mondja alapvetően a rule of five, hogy ha egyet definiálsz, definiáld mindet. Én inkább azt mondanám, hogy ha van a szabadtárban valami, akkor definiáljuk mindet. Jó? Tehát ugye a másoló konstruktort, másoló értékadást, a mozgatást és a des, és nyilván a destruktort is. Jó? Tehát ezeket mindenképpen implementáljuk. Ugye ez az, amit rule of five-ként hív Norbi a videóiba. Készített Norbi erről videót egyébként. Azt érdemes mindenképpen megnézni, annál is inkább, mert ott már egy nagyon elegáns template class-es megoldást alkalmaz a fára. Tehát azt mindenképpen nézzétek meg. Én csak gondoltam, hogy előtte érdemes azért ezeket átbeszélni ilyen kis ismétlés jelleggel, hogy hogyan is néz ez ki. Jó. Kérdés van-e esetleg? Van-e a másoló és mozgató kazard? Hát ebbe az implementációban nincs. Tehát amit mi itt nézünk, ebben nincsen. Hát megírhatjuk igazából, mert miért ne írhatnánk meg. De egyébként Norbi videói azok ott elég jó mutatja ezeket a dolgokat. Vagy írjuk meg itt, esetleg? Csak akkor majd tényleg le fogtok már szédülni a székről. Ó, írjuk meg. Írjuk. Ha lehet, akkor miért ne? Jó, írjuk meg. Ez kicsit olyan, amikor elmegy az ember a fogorvoshoz, hogy hát kicsit fáj a fogam, és akkor hát ránézek, megröngenezés, akkor ó, semmi komoly, csak gyökérkezelni kell, ami 3 alkalom alkalmanként 1 óra, és 50 ezer forint lesz a végére. De jó, 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 rendben van. Hát írjuk meg persze. És akkor reméljük, hogy sikerül is, már olyan értelemben, hogy azért a rejtett bugok mindig ilyenkor mutatják a dolgokat. Jó? És nem is 3 alkalom, hanem 4. Így van, Patrik. Jó, jó, jó. Oké is. Na. Rendben van. Jó, hát akkor mi is a teendőnk? Ugye nyilván leszeretnénk másolni a fát. Tehát valami olyasmi szeretnénk csinálni első körben, először nézzük meg a másoló konstruktort. Ugye valami olyasmit szeretnénk csinálni, hogy hozzunk létre még egy példányt, ez pedig legyen a BeamFA 2, és ezt úgy hozzuk létre, hogy a BeamFA-t másoljuk. Ugye, hát valami ilyesmit kell nekünk csinálni. És ha már ezt le is másoljuk, akkor írjuk is ki, hogy jól dolgoztunk-e. No, tehát nyilván a BeamFA 2-re akarjuk ezt hívni. Ugye? Jó, első körben valami ilyesmit akarnánk mindenképpen. Na most mi kell ehhez? Hát nyilván a másoló konstruktor, ami nekünk elvileg itt a privát részen le van tiltva, így van.
Ugye itt van nekünk a másoló konstruktor és a másoló értékadást. Ezt innen a privát részből felhozzuk az elejére. Jó. Na, hát ugye nyilván itt nekünk az kell, hogy ugye az eredetit adjuk paraméterbe, és akkor itt valami kis máshol függvényt kell majd nekünk használnunk, és ugye az eredeti gyökere meg az eredetinek a fája is fog kelleni. Ugye a gyökérpointer meg a fapointer is. Most egyelőre csak ilyen nagyon egyszerűen fogom megírni. Ugye a másoló értékadásnál pedig majd egy trükköt fogunk alkalmazni. Szerintem amúgy, ha jól gondolom, csak rápillantottam Norbi videóira, ő is valahogy így csinálja, hogy csinál itt egy lokális változót, tehát egy lokális binfát, és ezt a sima másoló konstruktorra fogja rábízni. Majd egy elegáns swap-et fog csinálni, ami megcseréli ugye a tempet az eredetivel. Viszont ez majd ugye kelleni fog a mozgatás is, úgyhogy majd valószínűleg együtt fogjuk megírni, tehát még akkor azt is mindjárt megírjuk. Jó. Oké. És hogyha minden igaz, akkor nagyjából ez ennyi is. Meg ugye a return, ugye. Azt sose felejtsük el. Régebben ez volt ilyen kérdés, hogy miért is kell oda az a return. Jó. Egyelőre úgy hirtelen ennyi. Amint még jó lenne, hogy egy ilyen kis hibakezelés legyen, vagy hát nyomkövetés pontosabban, hogy ugye ez a másoló konstruktor, oké, és ez pedig a másoló értékadás lesz. Ugye? Javítsatok ki, hogyha valamit rosszul írok. Jó? Rendben van. Na, és akkor most elkészítjük a mozgatást is. Szerintem az itt nincs letiltva. Nem, annak nincs prototípusa itt. Jó. Oké, és akkor azt megcsináljuk kézzel. Oké, és itt van a mozgatóértékadás, mozgatókonstruktor, bocsánat. Itt pedig a mozgatóértékadás lesz. Jó. Hát itt alapnak egy kicsit más, hogy fog kinézni a dolog, mert itt majd az értékadásra fogjuk szerintem alapozni a konstruktort. Tehát a értékadásban az fog történni, nyilván a nyomkövetést ide is betesszük. Is, tehát magát a mozgató értékadást, illetve itt ugye majd csak simán swappelnünk kell ugye a pointereket, ugye, mert itt majd ezt tényleg a értékadásra fogjuk alapozni, tehát ugye az eredeti gyökeret a mi gyökerünkkel fogjuk swappelni, illetve ugyanezt megcsináljuk a fapointerre is. Oké, és ugye mivel, hogy operátor, ezért visszaadjuk a
self-referenced, és akkor nézzük a konstruktort, ide is bedobjuk ezt a kis hibakezelést. Rendben van. Oké, és akkor ide pedig ugye egyrészt kell az nekünk, hogy ugye, ahogy a vektornál is, ugye kinullázzuk a gyökerünket, és utána pedig hívjuk ugye a mozgató értékadást, ezzel a move-val ugye az std move-val ki tudjuk kényszeríteni. Ha jól emlékszem, ugye nagyjából ennyi kell ide most. Jó, és amit még nekünk mindenképp meg kell írni, az ugye maga ez a máshol függvény, hogy ugye ami majd szépen nekünk le fogja másolni a fát. Hát ezt én most ide a privát részre írom, hát ide a szabadít függvény mögé. Mindegy, igazából most ez így nekünk alapban jó lesz. Ugye egy rekurzív függvényről lesz szó, tehát nyilván hasonlóan a kiír függvényhez itt is szépen rekurzívan megyünk majd végig a fán. Ugye nyilván kell maga ugye az aktuális csomópont, meg ugye kell a fa pointer is, hogy éppen hol tartunk a fában. Ugye ami egyszerű, hogy létrehozunk egy ilyen lokális csomópont objektumot, és ugye majd ezzel fogunk dolgozni, ugye ez lesz az új csomópont, amit majd itt létrehozunk, és ugye ez egy ilyen null pointer lesz kezdetbe, de majd mindjárt adunk is ennek értéket. Jó, és nyilván, hogyha a csomópontunk nem null, tehát ugye amit itt hívunk, tehát amit itt kapunk, amire ugye a másolást hívjuk, az nem null pointer, akkor nyilván elvégezzük a másolást. Ugye egyrészt az új csomópontnak ugye elkérjük a, tehát foglalunk memóriát, és elkérjük azt az érték, annak a csomópontnak az értékét, amit másolnunk kell. Ugye ez a get betű függvénnyel lehetséges. És utána tulajdonképpen itt indulna el a rekurzió, hogy ugye ennek az új csomópontnak ugye nyilván az új egyes gyermekét, meg a nulla, tehát az egyik részfáját is, meg a másik részfáját is szépen egymás után föl kell építenünk. Úgyhogy először itt ugye hívjuk az új nullás gyermeket, ami ugye ennek a csomópontnak majd be fogja állítani értékül az újonnan létrehozott csomópontot, tehát ugye az a rész, amikor a pointert ráállítjuk a gyermek csomópontra tulajdonképpen. És ugye itt lesz az, amit rekurzívan hívnunk kell, ugye a máshol függvényt, ugye a csomópontnak egyrészt a nullás gyermekére, picit nyitok ezen a dolgon, tehát ugye a nullás gyermekére, illetve mivel hogy a máshol függvényt hívjuk, ezért a fa pointert még át kell neki adni, hogy az is meglegyen. Jó, és akkor tulajdonképpen ugyanezt kell megcsinálnunk a másik oldali részfára is, ugye az egyes gyermekre, ez is ugye hívjuk szépen rekurzívan a máshova függvényt. Így a fapointerrel. Jó. Na most, amit itt még érdemes megnézni, mármint, hogy nem érdemes, hanem amit még nyilván el kell végeznünk, hogy ugye itt a fa pointert is szépen állígatni kell. Tehát ugye, hogyha ez a csomópontunk ugye megegyezik a fa pointerrel, akkor ugye nekünk is állítanunk kell ugye rá kell állítanunk ugye tehát folyamatosan követni kell, tehát át kell állítani nekünk is a fa pointert az új csomópontra. Ezt ugye meg kell tennünk. És ugye, hogyha ezzel megvagyunk, akkor vissza is térhetünk az új csomóponttal. Így van. És akkor elvileg
a rekurziónk rendben is van. Így van, itt elkészítjük a pointert, itt foglalom a memóriát, rekurzión körbejárjuk, és visszaadjuk. Jónak tűnik, de hát ki tudja. Jó, menjünk egy kicsit visszább, és szerintem itt is rendben vagyunk. Na de próbáljuk ki, mert ugye szoktuk mondani, hogy a puding próbálja az evés. Hol van nekem egy parancsor? Okés. Na hát akkor fordítsuk újra. Hát lefordul. Ami nagyon meglepő, hogy ez elsőre így már-már gyanús. Jó, mit is csinálunk itt a végén? Ugye itt a másoló konstruktort hívjuk. Na hát próbáljuk ki erre a kicsi inputra. Wargrindot egyelőre nem zajonganék. Jó, itt kírja nekünk, hogy másoló konstruktor, és akkor nézzük meg a kimeneti fájlunkat. Nem tél. Jó, hát úgy néz ki, hogy valami nem jó. Igen, itt lehet, hogy szerintem a kiírással lesz valami probléma, de mindjárt megnézzük. Kiírfüggvényt visszaraknám az eredetire. Ne zavarjuk össze a dolgokat. Hát valami nem okés. Igen. 500 sorkód, de látjuk, hogy hiába fordul le. Valami nem okés. Aha. Á. Igen. Igen. Az egyes gyermekkel, nem a nullás. Jó. Próba újra. Mindig elfelejtek clear-elni. Az a baj, hogy a nagyfejem kitakarja itt a parancsort. Jó. Okés. Mentol, bocsi, az automod megfogta az üzeneted, mindjárt release-elem. Mentol, szerintem írd már magadnak jóvá egy laborpontot, jó? Mert rögtön észrevetted a hibát. Jó? Egy labor TP pörögjön. Mert nem az első jó hozzászólásod egyébként. Na, hát a másoló konstruktor működik, próbáljuk már ki a többit is. Ugye, hogyan kéne ezt kipróbálni? Ugye hozzunk már létre egy harmadik fát, BINFA 3. Jó, és ebbe a BINFA 3-ba toljunk be most egy egyest. Okés. És akkor erre a BINFA 3-ra másoljunk már a BINFA-t. Hogy itt mi történik. Jó, és ugyanúgy írjuk ki nyilván a kimenetet. Jó, nézzük, hogy működik-e. Á, itt már vannak gondok. Jó, hát itt azért látjuk, hogy valami nem okés. Jó, itt már hívódik ugye a mozgatás is. Itt szerintem nekünk ugye a destruktorral lesz gond. Így van. Szerintem ezt az if-et én átdobom ide.
Ugye? Mindjárt jobban néz ki. Főleg, hogy nem kapunk ilyen memóriahibákat. Jó, látjuk, hogy itt mozgatás van, meg másolás, meg mindenféle. Nézzük már meg a kimenetünket, hogy jó-e. Itt már elég sok fa van. Ugye itt van nekünk az első fa, csak az értékeket nézem. Itt a második fa, ez ugyanaz, illetve a harmadik is ugyanaz. Jó. Nem tudom, még talán a mozgató értékadás nem jött elő. Előjött. Elő kellett, hogy jöjjön. Tehát ott a konstruktor értékadás, másolás. Jó, minden jött, minden jött. Oké. Hát, amit még tudunk, azt így ki tudjuk kényszeríteni. Ugye ez a STD move-val is. És akkor mondjuk, ha a sima beamfát mozgatjuk, nézzük meg ezt is, hogy mit ad nekünk. Fordul, fut, működik. És nézzük meg a kimenetet is. Jó, hát itt látjuk, hogy igen, ez a negyedik fa is ugyanaz lett. Jó, szuper. Na, azért azt nyilván meg kell hagyni, hogy ez nem egy atombiztos dolog. Itt ebbe az alap beamfába, ebbe az E3A7-be nagyon sok ilyen hát nem túl szerencsés megoldás van. De azért ezeket így nagyjából lehet gyakorolni, meg lehet nézni. Jó. Na, amikor nyilván itt a mozgató szemantika feladatnál vagyunk, akkor valami ilyesmire gondolunk. Én mindenképp javaslom azt, hogy nézzétek meg Norbinak a videóit is. Egyrészt, amiben a template class-est csinálja, tehát a template class-es beamfát. Akinek esetleg a template class-ekről kell egy kis ismétlés, ugye a webprokönyv 19. fejezete erről szól részben. Meg ott van egy kis advanced memória management is, és ott ezt meg tudjátok nézni. Ez a mozgató szemantika feladat valami ilyesmit jelentene. Jó, tehát ilyesmit szeretnénk látni majd védésen. Hát, amit nem tudom, hogy lesz, de majd időben fogtok arról is tudni. Jó, tehát valami ilyesmire gondolnék én. Hát, mondom, azért vannak itt még problémás dolgok, de úgy nagyjából jó ez, szerintem. Jó, kérdéseket dobjuk be, ha van mindenképpen. Világos volt-e, érthető volt-e, van-e valami, ami esetleg nem világos? Ó. Mindenképp tanul megprogramozni. De azért az tudod, hogy az F Society honnan jön? Ez a Debreceni Egyetem gyakorlata. Így van, Mr. Robot. Így. Hát, fán. Igen. Tegyem fel ezt a forráskódot valahova? Vagy ez alapján meg tudjátok írni? Tegyem fel. Jó. Hát szerintem még csinosítok majd rajta egy kicsit. Mert szerintem kelleni fog, de fölteszem mindenképpen. Drive-ba? Hát mondjuk mindenki eléri azt a drive-ot.
Sablonnak jó. Jó. Jó, oké, és na hát akkor úgy látom, hogy nincs így kérdés, vagy legalábbis nem jön a kérdés. Hanyadikosok vagyunk. Gondolom nem kérdezed. Hát ez a prog egy elvileg ez egy első éves tárgy. Jó. Na, akkor mi a helyzet a jelenlétivel? Most már azért csak megpróbálnék. Hol működik az e-learning rendszer is? Fantasztikus. Megpróbálok bejelentkezni. Oké, és akkor minden kurzus. Ha. Na most már én nem látom a Prog1 kurzusaimat. Jó, tehát én nem látom a kurzusokat. Én csak az angol nyelvűt látom. Csak így fölvillantom. Nem baj, majd megjavítják. Meg ez is olyan, hogy ugye eddig működött valahogy ez a rendszer. Nem hiszem, hogy tömegével használták az oktatók. Hát tudom, igen, Norbinak is előjött ez a hiba. Előjött ez a hiba. Más oktató is. Hát igen. Ez most ilyen terhelési tesztje ennek a rendszernek. Azt a jelenlétit pipáljátok ki, ami nincs kipipálva. Azt hiszem a 0,9-esben nincs. Vagy a 0,9, vagy a 0,5. Kettő közül valamelyik. Olyan nincs, ami nincs. Az nem baj, hogy a tegnapi. De a tegnapi van kipipálva, nem? Igen, jó. Akkor a mait kéne. Az e-learningen belül ott az ötös kurzusra kattintasz, és ott a témánál elvileg. Hogy kell kipipálni? Na jó, oké, és szerintem akkor mára legyen ennyi elég. A hatos fejezetet átbeszéltük. Szerintem akkor most már itt megvan minden. Legalábbis amit szerintem itt tudni kell, az így megvan minden. Ugye a tegnapi videó meg a mai videó kettő együtt akkor már a hatos fejezetet jelenti. Nyilván a héten még meg bármikor lehet ezzel kapcsolatban kérdezni, ugye az alappoliszi az, hogy legyünk elérhetőek. A héten csak akkor lesz már ilyen stream, hogyha arra tényleg külön kéritek, hogy szükségetek van, és tényleg sokan kéritek. Én úgy gondolom, hogy ebből a két videóból ezt a fejezetet szerintem el lehet sajátítani. Amivel megyünk majd tovább, ugye az a Conway. Itt is van pár labor feladat. Ha jól tudom, három, mert szerintem ez a Java életjáték nem az egyedül, a többi az igen. Ezeket jövő héten fogjuk átbeszélni. Hát, majd meglátjuk, hogy hétfő reggel, vagy... Hát, csak hétfő reggel kellene. Majd megbeszéljük. Szerintem kiteszek egy szavazást. És az a biztos. Tehát jövő héten akkor ezzel folytatjuk.
Na most a héten ugye nyilván órám még lesz, tehát órarend szerint lesz órám. Azokban az időpontokban nem ilyen livestream lesz, hanem csak így elérhető leszek Skype-on, vagy Facebookon, vagy e-mailben, hogyha írtok, akkor itt fogok ülni a gép előtt, és tudtok kérdezni. Mondom, Skype-on is nyugodtan kereshettek, ha tényleg élő szóval akarnátok kérdezni. De ilyen stream az majd csak jövő héten lesz már terveim szerint, de hogyha kéritek, hogy legyen, mert valami nem világos, akár a korábbi fejezetekből is csinálhatunk ilyen magyarázó streamet, mert szerintem lesz a fél évben rá időnk. Sőt, lehet, hogy kellene is, mert ezeket nem teljes... Hát igen. Kicsit részletesebben akár át is beszélhetnénk ezeket. Na, majd meglátjuk. Jó. Na. Jöhet egy kis CCNA? Hát vizsgám nincs CCNA-ból, de tanultam CCNA-t. Jó, dátumokat akkor még egyszer fixáljuk, hogy ez a chapter 6 április 10-ig kell, tehát április 10 a határidő, minden korábbi pedig április 3. Ahogy írod is. Így van, így van. Jó, rendben van. Na hát akkor, ha nincs más, én akkor köszönöm a figyelmet. Mondom, ha kérdésetek van, akár fészen, akár óra vagy fogadórám időpontjában, Skype-on, e-mailben, nyugodtan kérdezzetek. Igazából elérhető vagyok 024-be, csak nem biztos, hogy mindig azonnal tudok válaszolni. Az óra időpontja, a laborok időpontjában, vagy a fogadórám időpontjában, akkor tényleg instant elérhető vagyok, és akkor tényleg válaszolok, ha bármilyen kérdés van. Jó? Na hát akkor köszönöm még egyszer a figyelmet, és akkor, hát ha más nem, jövő héten biztosan találkozunk. Sziasztok!